A múzeum emeletén található három teremben, illetve egy folyosón elsősorban a különböző korok jellegzetes életmódbeli tárgyait, illetve mindennapi használati eszközeit találhatjuk. Itt három terem van, mindegyik egy-egy korról lett elnevezve, ugye a barokk, az empír, illetve a bider terem. Az első, ami beállunk, ez a barokk terem, tehát ez a 17.-18. század időszaka. Itt elsősorban bútorok, festmények találhatóak, ugye Szombathely történetében 18. század második fele, tehát a barokk időszaka meghatározó, hiszen ekkor alakult meg a Szombathelyi Egyházmegye, melynek számos emléket található. Itt például az első püspökről, Szili Jánosról egy portré, illetve magának Szili Jánosnak az ágya, illetve az egyházmegyének az alapítója Mária Teréziának a portréja, de mindennapi használati tárgyakban például nagyon értékesek a bánkósok, a bán edények. Tehát ugye ez a tudományos fejlődésnek az időszaka, különböző csillagászati jellegű tárgyak, napórák, örök naptára például. Ez az úgynevezett empír terem. Ugye az első sorban ez a francia felvilágosodás, illetve a francia forradalom időszakának az emlékei, illetve tehát a napóleoni időszaknak a stílus elsősorban. Ebben a teremben minden napi használati tárgyak, tehát szekrények, a különböző porcelánok, itt kezdve a híres meissen-i vagy a bécsi Hartwig porcelánoktól egészen a rendi porcelánokig állhatóak, illetve ennek a korszaknak az egyik jellegzetes tárgya ezek a különböző miniatúrák, kis portré festmények, amik egészen fénykép megjelenéséig vadban maradtak. Valamint nagyon érdekes tárgyai az úgynevezett óraképek, tehát hogy egy festményben működő órák vannak. Emellett ugye hát a mindennapi tárgyak, a különböző ezüst étkészletek, illetve üveg poharak étkészletek találhatóak itt. Az emeleti rész utolsó terme, ez az úgynevezett bider terem, tulajdonképpen az egész 19. századot lefedi. Itt nem csak a századnak a divat emlékei láthatóak, férfi, női, a gyermekdivat emlékei, hanem magyar történelem nagy alakjainak különböző emlékei vagy relikviái, például a Széchenyi Istvántól, Deák Ferenctől, Vasmegyei Származású Szél Kálmántól, vagy akár Liszt Ferenctől, de található itt például Erzsébet királyné, tehát Sziszinek egy nagyon értékes pohara. A korszak egyik neves festőjének, magyarországi Sterió Károly. Nem csak a műtermének a darabjai, hanem a számos alkotása található itt. Ebben a teremben a korszakban divatos ruhákat fel is próbálhatják a kedves látogatók. Az állandó kiállítás az úgynevezett órafolyósóval zárul. Schmidt Lajos nagyon rajongott az órákért, és hatalmas óragyűjteménye van. Ez tulajdonképpen a barokkortól egészen a 19. század végéig találhatóak itt darabok. A legtöbb órán egyébként látható, hogy a készítés helye is nem egy a Nyugat-Dunántúl mestereinek a kézjegyét hordozza.
A Schmidt Múzeum Szombathely egyik legértékesebb, de mindenképpen a legsokszínűbb gyűjteménye, rendkívül gazdag kiállítása. Minden korosztály megtalálhatja a számára kedves tárgyakat, és szeretettel várunk mindenkit. A papa arról beszél, hogy még kisgyerek volt, kisebb, mint én most, csak 4 éves óvodás. Amikor a szülei azt mondták neki, hogy ők sajnos egy ideig biztosan nem lehetnek tovább a szülei. És a papát odaadták egy másik bácsinak és néninek, akik ugyanúgy szerették őt. És ők lettek a szülei. De ő soha többé nem látta viszont a vér szerinti szüleit. Grecsó Krisztián Vera című Libri közönség díjas regényét állította színpadra a Kőszegi Várszínházban Krisnyik Petra és Göttinger Pál. Hát újdonság a könyv, és felkaptuk rá a fejünket. Egyébként elég sokan, akikkel beszéltem, vagy akikkel én kapcsolatban vagyok, mind tudnak erről a könyvről, és minket is magával ragadott a történetmesélésnek a módja, illetve a Petra személyiségének, ami... Hát sok más tulajdonsága mellett tele van jósággal. Neki nagyon a szájára áll ez a 13 vagy mennyi éves, 11 éves kislány, akinek így a világon, aki már jó megfigyelő annyira, hogy lássa, mi történik a világban, de még nem érti, hogy, vagy máshogy érti, vagy a sajátos módján érti meg, hogy a felnőttek mit miért csinálnak. A Petra készítette saját magának a dramatizációt, tehát ő szájra írta magának a mondatokat. Ugye a leglátványosabb az, hogy a könyv 1-es szám 3. személyben van írva, tehát át kellett írnia sajátosra, olyanra, ami mondható, és aztán szét kellett válogatni ügyesen, egyensúlyozva, hogy felnőttet játszon, vagy gyereket. Tehát nem szerettünk volna gyerekutánzást például, mert azt éreztük, hogy bohockodássá válna, hanem inkább ennek a nagyon éles, valamelyest kívülálló, távolságtartó megfigyelőnek a helyzetét próbáltuk meg taglalni a próbák során, és ebből készíteni egy olyan személyiséget, aki felnőttként szólal meg, de a mondatai azok egy gyerek emlékei. Talán elolvastam a regényt, és teljesen magával ragadott, csodálatos szöveg, és nagyon különleges történet. És ugye a főszereplője Vera, ő egy 11 éves lány. Tehát alapesetben az ember 30 pluszos színésznőként azért úgy nem merne már ilyet bevállalni, vagy azt gondolná, hogy ez talán nem neki való, de egyrészt ahogy ő létezik, és ahogy beszél, az nekem nagyon tetszett, és az hozzám nagyon közel áll az ő belső titkos kis világával, és ahogy a felnőtteket figyeli. Másrészt nem ez az első ilyen szerep, ami ilyen életkorú, hogy úgy mondjam, ami megtalál engem, és hogy tulajdonképpen rájöttem, hogy nekem is vannak ezzel az életszakaszommal még ilyen elintézetlen ügyeim, az ilyen kis kamasz érzéseim, emlékeim, amiket úgy helyre kéne pakolni, és ez tulajdonképpen egy kicsit terápiás is ebből a szempontból ilyen témát feldolgozni, mert az ember úgy valahogy meg tudja látogatni a gyerekkori önmagát, és meg tudja vele beszélni a dolgokat, amik voltak, amik elmúltak, és amik megmaradtak, és jó, hogy megmaradtak. Szóval azt hiszem, hogy ettől tud ez személyessé válni, hogy én nagyon-nagyon élénken és jelen idejűen élem azokat az időket valahogy, azt a kis kamaszkoromat úgy szeretem magamhoz ölelni időnként. Egy ilyen narratívájú szövegnek szerintem az ereje abban rejlik, hogy nagyon-nagyon őszinte, és az, hogy úgy beszél benne egy gyerek a saját nevében, ahogy szerintem a felnőttek nagyon ritkán hallják. Tehát az, ahogy ő érzékeli a körülötte levő világot, és ahogy próbálja megérteni, és megismerni a felnőtteket, meg az egész, mi működteti a világot, és hogyan kell egymás között közlekedni, és hogyan kell kommunikálni, attól olyan titkok jönnek elő a múltból, a szülei múltjából, sőt a nagyszülei múltjából, amikről ő nem tudott, és mégis valahogy érezte, hogy valami nem stimmel. És az, hogy mindezt egy gyerek milyen őszintén és pontosan tudja megfogalmazni, az szerintem egy felnőtt embernek pont azért jó, mert valahogy azonnal arra az jut eszedbe, hogy neked milyen élmény volt az, amikor először úgy láttad a saját szüleidet, hogy hiszen ők emberek. Nem csak a mamám meg a papám, hanem ők önálló lények, akiknek érzéseik vannak, és dolgaik, és titkaik, és miért nem osztják ezt meg velem.
És szerintem ez annyira jó, hogy egy ilyen szöveggel, amihez látszólag semmi közöm, mégiscsak magamra találok, és onnantól már érzelmileg nagyon nehéz kivonódni belőle. Szóval szerintem ebben van az ereje, és hát egyébként meg egy szerintem nagyon jellemző 20. századi magyar történet, tehát hogy minden ismerős, amivel találkozunk benne. A történet újszerű a szerző írói pályáján, mert, mint fogalmaz, ez az első írása, amely mögül tudatosan lépett ki. Bár ebben is tetten érhetők jellemző témái, az identitáskeresés, vagy éppen a családi titkok felszínre kerülése. Mert a kiskamasz, aki éppen elveszti azt a gyönyörű gyermekkori paradicsomi állapotot, hogy a világ az megismerhető, a világnak vannak törvényei, szabályai, és ezt a világot a felnőttek így ismerik és értik. Ugye, amikor az ember kamaszodik, akkor ez a bizonyosság elveszik, és lesz helyette valami borzalmas kavar, rémület, ismeretlenség, és mire a legtöbben kikerülünk a kamaszkorból, addigra kiderül, hogy ez a világ nem megismerhető, meg leírható, mert nincsenek szabályai, csak szubjektív valóságok vannak, és nekünk egymagunkban kell hinnünk abban, hogy ahogy mi látjuk a világot, vagy ahogy mi érzékeljük a valóságot, az egy élhető, jó, reális valóság, és ezt a hitünket kell folyamatosan erősíteni egymásban, a családunkban, a szeretteinkben. Ugye ezt a pillanatot ragadja meg a Vera. Most alapvetően ugye, hogy férfiként nőről írni, hát az most ugye az volt a helyzet, hogy nekem ehhez kellett egy nagyon erős segítség. Ez a segítség, ez pedig az volt, hogy én nagyon jól ismerjem ezt a hőst, nagyon jól ismerjem Verát. Ehhez a legelemibb és a legbiztonságosabb dologhoz nyúltam, vagyis a saját magam tulajdonságait adtam neki kölcsön. Vera egy szorongós kislány, mindig kompenzál, szeretetéhes, teljesítménykényszeres, jó tanuló gyermek, aki igyekszik mindig mindenütt a maximumot hozni, és a szeretetért mindent megtenni. Most ezt a bázist, ezt a magot, ezt öltöztettem utána. És ez ugye, ez nekem segített, hogy ez megvolt, ezt ismertem, ezt tudtam, hogy ez hogy működik. Ismerem a 80-as éveket, ha nem is, mondjuk nem is így, még nem is ebben a formában, mert mondjuk én nem egy középkáder világban nőttem föl, egy vidéki nagyvárosban, egy ilyen értelmiségi közegben, ahol Vera, de aki élt a 80-as években és érezte annak a késő kádárkori, lazuló kádárkori kornak ezt a fura, kicsit lábvíz, langyosságú, ám de állott levegőjét, és akkor ezt tudtam működtetni. Tehát ez is bejött, és akkor hát az az igazság, hogy itt szokták az örökbefogadást emlegetni a Vera kapcsán, de igazából a legnagyobb tétje nem az örökbefogadás ennek a regénynek, hiszen a regény nagyjából ott, amikor ezzel Vera szembesül, és igazán szembesül, akkor nagyjából véget is ér. Igazából ez a regény egy fejlődés regény, egy szándékaim szerint legalábbis nagyívű pillanata a megbocsátásnak, annak a helyzetnek, amikor egy kislány nem csak hogy azzal szembesül meg, rászakad egy nagy teher a saját sorsával kapcsolatban, de még rájön a szülei, vagy konkrétan az édesapja nagy gyengeségére, és egy adott pillanatban, amikor erre ráeszmél, az édesapja megbocsátásra való képtelenségére, a harag őrzésére és mindarra, ahogyan élte az életét, akkor még bizony egy hétköznapi pillanatban hőssé is kell válnia azzal, hogy noha eddig neki egész életében hazudtak, egy hazugsággal meg kell segíteni az édesapját. Tehát, hogy ennek a fordulóiról szól ez a regény. Ezt manapság divatosan transgenerációs traumának szokták nevezni. Nincs ez semmi baj, nyilván mindig vannak új pszichológiai fogalmak. Valójában ugye arról van szó, hogy a család az egy szép nagy erőtér, egy gyönyörű, nagy mágneses mező, szeretetekkel, gyűlöletekkel, sok minden mással, és bizony ott hurcoljuk magunkban a szülők, nagyszülők traumáit is, néha csak tudattalanul, és hát a legfontosabb tulajdonságunk az kellene lenni, és hát egyébként azt sajnos itt Kelet-Európában tanulni kell, hogy meg kell tanulni egymásnak megbocsátani. Az alkotók várják, hogy személyesen is találkozhassanak a közönséggel, ám az, hogy az előadás mikor kerülhet színre, még bizonytalan. Göttinger Pál a folytatásban ősbemutatót rendez a Várszínházban, saját ötlete alapján írta az Öreg híd alatt című történetet. Képzeletbeli ír darab, egy elképzelt Írországban játszódik, de valójában köze van a mosthoz, mert a Brexit adja az a darabnak az apropóját. Tehát biztos, aki olvas újságot, azt tudja, hogy ez egy sarkalatos pontja a Brexitnek, hogy a nagy nehezen Írországban egész a közelmúltig tartó vérontás után kialkudott békének milyen elidegeríthetetlen része az, hogy Észak-Írország és Írország között nem lehet határ. És ugye ez most a Brexit miatt téma lett, és ezt az újságolvasás közben ez a
képtelenség ragadta meg a fantáziámat, hogy, hogy mi száz évnyi meló volt abban, hogy ott végre ne lőjenek és robbantsanak, és egyszer csak a semmiből jön egy ilyen bürokratikusnak tűnő marhaság, ami miatt beomlik ott minden, amiért az emberek tényleg ontották a vérüket egész a közelmúltig. És ez volt az alaphelyzet, ami érdekelt engem, és utána pedig hát egy csomó más feladvány is volt velem, mert persze szerelmes történetet is szerettem volna, meg egy időtlen történetet is szerettem volna, ami az aktualitásban nem tapad annyira bele, csak inspirálódik onnan. Úgyhogy így sikerült összehozni egy nagyszerű szereplőgárdát, hogy megszemélyesítsék ezeket a szereplőket, akik ezen a egyik lábukkal itt, a másik lábukkal ott állnak ezen a határon, és elő kell venniük olyan küzdelemfajtákat, akár az életükben, akár közéletileg, akár bárhogy máshogy, amiről azt hitték, hogy nekik azt már nem kell megharcolni. Viccesnek igyekezik, hála jó Istennek, zenés lesz, úgyhogy nagyon várom már, hogy csináljuk. Sziasztok! Sziasztok! Túl vagyunk az első élőben közvetített előadásunkon. Ebben a videóban ennek az előzményeiről és jövőjéről fogunk beszélni. Mert szeretnénk megtartani az élő kapcsolatot a nézőkkel, veletek, a színházon keresztül. De mindezt úgy, hogy a színház élő varázsát is megőrizzük. Vagyis az egyszerű és megismételhetetlen pillanatokat. Így kezdődött lassan több mint egy hónapja, hogy Takács Dániel és Lehőc Zsuzsa elindította az Élő Báb Streamház projektjét. Csodálatos előadásokkal voltak jelen családok százaival a karantén időszak legnehezebb napjaiban, óráiban. A két művész így az interneten tartotta a kapcsolatot a közönséggel. Szó szerint nézőt kerestek. Ez volt a Nézőkerestetik projekt. Az első előadásunk arról szól, hogy egy kispáros közössége magának csinál előadást, azért, hogy újraéljék a közösségi pillanatokat. És azzal kezdtük a közvetítést, hogy végignéztük, hogy kik ülnek a közönség soraiban. És tulajdonképpen az, hogy onnan visszamosolyogtak azok az emberek, akik éppen abban a pillanatban a képernyők mögül nézték a közvetítésünket, az megteremtette ennek az egész előadásnak a hangulatát. És bár nem lehetünk fizikailag egy térben, de tulajdonképpen számomra abszolút létrejött az, ami a színház varázsát jelent. Igen, ez nagyon, nagyon érdekes, ezt mondják, hogy még azt is lehet érezni, hogy aznap milyen a közönség. Ugye a bábszínházban még, mert belekiabálnak a gyerekek, néha a felnőttek is, hogy ezek is gondolom változtatják egy-egy előadásnak hangulatát, de ezt akkor nagyon jól megoldottak. Mennyire kell már készülni, nem csak a technika miatt gondolom, hanem elültök, és akkor azt a részét is meg kell, hogy csináljátok, amit régen mondjuk a dramaturg, vagy azok a kollégák, akik a színpadra alkalmazásba vettek részt. Ugye most nincs rendező, szóval mindent magatokra kell vállalni. Mennyire foglalja el ez a napotokat? Tehát ez nem úgy, hogy egy csettintés, felolvasunk egy verset. Ez azért sokkal-sokkal bonyolultabb. Hát komoly rákészülés előzte meg. Amikor belekezdtünk, akkor mi is azt gondoltuk, hogy vannak jó előadásaink, van egy telefonunk, amin egyszerűen lehet közvetíteni a Facebookra, és ez könnyű lesz megcsinálni. Aztán kiderült egy csomó dolog, például, hogy a telefon által közvetített közeli képeken szétesik a kép, és akkor elindult ezáltal egy keresgélés, hogy milyen más eszközökkel lehet ezt megoldani. Akkor jött egy újabb, egy képkamerás megoldás, hogy mi van akkor, hogyha egy megtotált, és egy közelít veszünk, és azt váltogatjuk, és egy folyamatos tanulás, egy folyamat volt nekünk is, hogy igen, bocsánat, hogy hogyan lehet a technikai eszközöket arra alkalmazni, hogy a leginkább vissza tudjon adni valamit az előadásból, illetve tudjon adni valami érdekességet. Uh-huh. Így mutatja a technikai változások, vagy a technikai feltételek hozták, vagy alakították a dramaturgiai változásokat. Uh-huh. Hogy tudjuk ezt eljátszani a kis szobánkban, úgy, hogy egy csomóan láthassák és jól látják. Ennek alapultak a technikai feltételei, és ehhez alkalmaztuk tulajdonképpen a saját belátásom szerint az előadást, de a visszajelzések alapján elég jól. Mi az, ami nagy totálba fér bele, mi az, amiről izgalmas egy közeli,
hogy jól lehessen látni, hogy csinál a figura, vagy mi az a pillanat, amikor a mi arcunk lehet izgalmas közelről. És hát ez egy szóval folyamat vagy egy sorozat volt tulajdonképpen, mire nagyjából kiderült, hogy ki az, ami jól áll egyes jeleneteknek. Tulajdonképpen arra gondoltunk, amikor ezen dolgoztunk, hogy mi érdekel minket, hogy ami bennünket érdekel, az valószínűleg a nézőt is fogja érdekelni, és akkor erre összpontosítottuk, ez volt a célunk. A nézők nem csak előadásokat láthattak, de bepillantást nyertek a kulisszatitkokba. Dani és Zsuzsi bábokat javított, kulisszát készített, zenélt és a forgatás kellékeit is megmutatta. A legjobban a közönség hiányzott nekik és a kollégák, a társulat. Nem csak a debreceni színészek csapata, de a szombathelyiek is, hiszen ugyan kiváltak a helyi társulatból, a kapcsolata régi. Játszani is visszajárnak. Egy társulati lét, meg egy társulati forma azért az beszabályozza a színésznek, meg a bábszínésznek a viselkedését. Több színész mondta, hogy az hiányzik, hogy a büfébe összekacsint a kollégával, hogy bemegy, hogy valaki szól hozzá. Tehát ők a karantén ideje alatt rettenetesen hiányolták a közösséget. Akik már így magánúton dolgoznak, tehát a saját külön útjukat járják, azoknak ez könnyebb, hát mennyire viselt meg titeket ez a helyzet lelkileg? Vagy ugyanúgy hiányzik minden az életetekből, ami a hétköznapokat jelentette? Nem mondanám, hogy könnyebb. Két dolog jut eszembe. Egyrészt rögtön így, ahogy kezdted a bevezetőjét ennek a kérdésnek, tulajdonképpen úgy mentünk el Szombathelyről, hogy mi nem mentünk el, tehát rendszeresen játszunk Szombathelyen. Sok régi előadást megtartottunk, miközben készítjük ezt az interjút, ezen a napon is Szombathelyen játszanánk éppen. Így van. Tehát a kapcsolat az nem szakadt meg, sőt, hogy mitől könnyebb talán nekünk, az szerintem speciálisan ránk vonatkozik, nem a szabadúszókra. Egy évvel ezelőtt mi kimentünk Indonéziába, és egy évet Távol-Keleten töltöttünk, és itt hozzászoktunk ahhoz, hogy nagyon-nagyon kevés közeli ismerős vagy hát öten voltunk magyarok abban a városban, ahol éltünk, gyakorlatilag minden itthoni ismerőssel Skype-on keresztül kellett tartani kapcsolatot, vagy videócseten, vagy valamilyen online formában, szóval nekünk volt egy elég komoly egyéves rákészülésünk erre, annak ellenére, hogy nem számítottuk persze is arra, hogy ilyen helyzetbe kerülünk, de így valahogy beleszoktunk. Tehát ez kicsit olyan, mint... Nagyon hiányzik nekünk is a közösségi élet, meg a szüleink, a barátaink, és egyáltalán a társulat. De reméljük, hogy ez már nem tart sokáig, és akkor a közös munkaik éreinkből. Mindazonáltal mi nagyon jól fel tudjuk használni az időt arra, hogy hangszeren gyakoroljunk, próbáljunk, úgyhogy ez tulajdonképpen a sok rossz hozadéka mellett tulajdonképpen egy jó szak a készülése. Mi az, amire most készültök? Ugye a színháznál általában megvan, hogy mi lesz a következő évadban. Most a Vörös Sándor Színház szintén online próbál, és alig várja, hogy eredeti térben, színpadon adja majd elő, ugye ezt az Ádámmal, már itt most erről készítettem egy anyagot. Vannak, akik meg azt sem tudják, hogy miben lesznek, milyen darabban, mikor, mert leállt az élet. A ti esetetekben most ez a felkészülés nyilván a saját projektek mellett merre indul, bár a hangszerre mindig kell, tehát nyilván gyakorlásra azért lehet fordítani ezt az időt. Mi kettős életet élünk most. Egyrészt a Debreceni Csokonai Színház társulatának a tagjai vagyunk, és ilyen minőségünkben mi is várjuk, hogy mit hoz a jövő. Most pénteken lesz egy társulati ülés, amikor talán kiderül, hogy pontosan hogy alakul a munkánk. Mi abban a kategóriában tartozunk így a színész társadalomban, aki tudja, hogy dolgozni fog, de hogy mit, azt még nem tudjuk. Hát most itt a Debreceni Színház esetében fokozottan bonyolult a helyzet, nem csak a járvány miatt, hanem szeptemberben elkezdődik az épület felújítása is, úgyhogy emiatt az alternatív játszóhelyek keresése és a különböző lehetőségek megtalálása miatt még egy kicsit nehezebb a következő év a szervezése, úgyhogy egyelőre még. Így van, úgyhogy kíváncsian várjuk a jövőt. Ami a másik énünket illeti, az pedig a mint családi bábszínház próbáljuk az új előadásunkat. Az Indonéziában töltött egy év egy csomó tapasztalatot hozott magával, rengeteg mindent tanultunk. Indonézia a bábjátszásnak az egyik bölcsője, ott született meg a Bajang, az indonéz árnyjáték, és tulajdonképpen ezt és az ehhez kapcsolódó társművészeteket tanultuk,
egy középjávai egyetemen, Surakartában. Az onnan hozott tapasztalatokból készítünk most egy előadást. Tehát egy jávai árnyjátékra, vagy ha árnyjátékos hagyományra épülő, szintén árnyjátékos előadással készülünk, amiben lesz élőzene, tánc és bábszínház. Tulajdonképpen ugyanazok, amik ránk jellemzőek, csak ez mindegy távol-keleti tradícióval keveredik. Az igazi, valódi, élő találkozásra még várnunk kell. Addig azonban nézzük a művészeket online. Két tehetséges fiatal ember, megéri követni őket a közösségi oldalon. Itt található a néprajzi gyűjteményem, amit tavaly készítettünk el. Azért készítettem, hogy emléket állítsak az ősaimnak, mivel dédapám, nagyszüleim, szüleim ebben a házban laktak, én is itt születtem. A helyben lévő anyagokat felhasználtam, szinte mindent magam találtam meg, a padláson, a pincébe, a kamrába, a hegyen. Hazahoztam ezeket az anyagokat, rendszereztem, és így jött létre ez a kis múzeum. Időrendi sorrendben raktam az anyagot, kezdtem, hogy szántottak, betettek, itt a krumpi feltöltőekkel, utána arattak, kasza, sarló, kévekötőfa, kévedobáló vella, itt található édesapám nyári szerelése, a glotnadrág, konyhakötény, sapka és a bakancs. A szekérből már sajnos csak a lőcs maradt, meg a tisafa, a többi elporlott. Aratás után, illetve még cséphadaróval csépelték ki a gabonát, de utána már cséplőgép is lett, és azzal dolgoztak. A favella, aztán itt van a mázsa, ami mázsáltak, ezzel a lapáttal pedig szórták a gabonát, meg felhordták a padlásra. A kenyérsütés eszközei is megvannak, a kurugla, amivel a parazsat húzták ki a kemencéből, ezzel a lapáttal tolták be a kemencébe a kenyeret. Kosarak vannak, és aztán kell mondanom, hogy szinte látástól vakulásig dolgoztak az őseink. Minden időszaknak megvolt a maga munka folyamata, hogy mi soha nem unatkoztak. Most ezek a télen fát vágtak, disznót töltek, ez itt a bontóasztal, hurkát töltöttek, 150 éves hurkatöltő látható itt, mérleg, fokos, amivel a Rákóczi szabadságharcban harcoltak. Itt egy kengyel. A teknők, amiben szintén disznóvágáskor belerakták a húst, az anyagot és egyéb dolgokat, kenyérsütéshez is azt használták. Itt találhatók olyan eszközök, például egy citromnyomó, amit a saját ötleteik és elképzeléseik alapján készítették. Ezek a spiritusfőzők, a disznőlési kellékek, a zsírkeverő lapát, a töpörtő, kiszedő, a bárd, a villa, késélező, aztán, ha idébb jövünk, itt már a szalmából készült eszközöket láthatjuk, például a kas, amivel az elkóborolt méheket gyűjtötték össze a fákról. Itt van a zsombor, szalmafonatú tál, lisztes lapátok, és nagyon sok monogramozott, a nagyszüleim monogramja, tárítők vannak. Itt van a kanásznak a sziulettje, a kanászkürt, amiben belefújt és ezzel hajtották ki a csordára az állatokat. Itt van a kanásznak a felszerelése, az ing, a mellény, a csizma, a kalap, a pipája is itt van, a táskája. Itt vannak a csengők, amik az állatok nyakában volt. Ez a birkákéba, a nagy pedig a tehén nyakában volt. Itt van egy kampósbot, ezzel terelték az állatokat, ez egy túrabot, amire a vereteket rátették, ahol jártak, ott mindenhol kaptak egy kis pecsétet. Egy öntött vas kályha, aztán régi vasalók, ez például sárgaréz, nagyon érdekes, hogy egy betét volt, ezt már legítették meg, és így vasaltak. A másikak faszenet vasalók, ebbe beletették a faszenet, így lóbálták, hintáztatták, aztán akkor jobban égett a parázs, és azzal tudtak vasalni. A gyűjteményem legrégebbi darabja, ez a török korabeli hordó. Bent van a
évszám, hogy 1683, 336 éves az a hordó. És nagyon érdekes, hogy tele van borkővel, annyit ki tudtam szedni belőle. Rajt van a török félhold, és az ötalmú csillag is. Aztán vannak itt régi üvegek, falvédők, hővérek. A szüleimnek szőlőjük is volt, tehát szinte minden családban abban az időben megtermelték a bort, de nem csak a bort, hanem a kártban gazdálkodtak, és állatokat tartottak, és mindenben önállátóak voltak. Petroleum lámpával világítottak. Ezen a képen a nagyszüleim esküvői képe van, Mirtusz koszorú, ami a mama fején volt, egy kitűző, ami a papa zsebében. Régi könyvek, bibliák, 25 darab ima könyvet találtam, 3 darab, ami nagyon régi, az egyik 101 éves, a másik azért érdekes, mert 1957-ben Kovács Ferenc plébános ajándékozta édesapámnak, de elhúzolták, hát sajnos ő is meghalt, mint nagyon sok pap abban az időben. Aztán van egy 1975-ös, ami édesanyám nagyon vallásos volt, kétszer volt Medjugorjéba, és az egyik látnok Vicka aláírta ezt az imakönyvet, itt az autogramját, azért tartom érdekesnek. Régi bibliák, könyvek vannak, ez például egy török korabeli terítő, amin török lovasok, lófarkaszászló, minaret, harci kürt található. Régen aranyszállal volt ez átszőve, csak az idők folyamán kikapott belőle. Itt egy Jézus szobor, rózsafüzér, falitéka, amiben régen az orvosságokat tartották. Van egy könyvem, nagygáncsi népszokások, illetve kis írásom, édesapám összegyűjtötte anno, 1986-ban a mindenféle szórakozásokat, újévi köszöntést, lucázást, pünkösdölést, és ebbe, sőt még a tojásmintákat is beírta, beragasztottuk, és a Szavária Múzeumban a díjazást kapott. Aztán édesanyám, az Engővárkonyi Tojás Múzeumban van ez a fotó, őtől tanultuk ugye a tojáskarcolást, és ezek az ő tojásai. Szabad idejükben az emberek télen táskát fontak, ott a ráma, ami volt a ságérletük, összegyűjtötték a csuhét, ugye a kukoricát megtermelték, csuhé megvolt, és ilyen táskát és egyéb eszközöket készítették. Mivel ez a helyiség régen istálló volt, itt van a karika, és rajta a kötél, a kisbornyit annak idején ide kötötték ezzel a kötéllel. Misáruba, amiket nagy becsben tartok, és nagyon védem őket, mert régi hímzés, kettő van belőle, nagyon szépek. Ezek régi viseletek. Itt egy magyar lányruha, ez a szekrény Biedermeier egyébként, ide is beraktam a régi ajnemüket, hímzett tárítőket. Az érdekessége az, hogy mivel az dédapám mindig ment át a Mária-Celbe minden évben, és egy szentképet hoztak ajándékba. Ide végig ragasztották mindkét oldalon szentkép volt, a legrégebbi 1892-es. Régi rádióval 3 darab tangóharmonika, szentképek is, ott például a Szent Rozália kép. Ez a két kép azért érdekes, mert ki van himezve, és akkor világít sötétbe a születés és a halál. Itt nagyon régi Mária-Celi emlékeket láthatunk a sublaton. Hát ebben az angyalban például 1704-es dátumban, de itt található kis gyöngyel körbefűzött Mária-Celi képek, gyertyák, ezek mind nagyon régiek, nagy részük a padláson volt, itt az angyalgyűjtemény, egy barokk angyal, aztán itt a Szent Család látható, valamikor zenélt is, fel lehetett húzni a kulcssal, itt egy óra volt, előtte üveg, de hát most már ilyen állapotba került. Itt fönt látható a nagyszüleim képe, ők is ebben a házban laktak, és a nagyanyám édesapja
Iker József pedig a Szent Vándál szobrot készítette 1921-ben, ami itt szemben velünk az utcán található, azért, mert leesett a lóról, bekerült a kórházba, nagyon beteg lett, és megígérte, ha meggyógyul, akkor a Szent Vándálnak csináltat egy szobrot, meg is tartotta, jövőre lesz 100 éves az a szobor. Itt a vizespad, rajta régi tájásfazek, akkor ebben tették a táját, megoltatták. Vizeskannák láthatók, itt a köpülő, amivel vajat készítettek, aztán ez a stelázsi. Nagyon régi kancsók, ez például római kori kancsó, a többit is használták. Még gyerekkoromban, aratáskor ábbá vittük a vizet, bugyog a kancsó, itt a fülén van egy luk, innen itták a vizet. Aztán használati eszközök, kuglósütő, poharak, ez is olyan, hogy nem dobtak el semmit. Becinezték ezeket a régi poharakat, és tovább használták őket. Paradicsom, paszérzó, mozsár, régi szódásüvegek láthatók, itt pedig a nagyanyám konyha szekrénye. Ott van a habüst, mozsár, kávédaráló, bent. Szintén vannak régi szép csészék, ez például egy májszali porcelán csésze, a nagyanyámnak ez volt a kedvenc csészéje. Ezeket édesapám hozta, még amikor megnősült, akkor kapta őket, és ezek is mind megmaradtak. Most itt van olyan, hogy hollóházi csésze, ebben is benn van a dátum, hogy 1834. Már 1800 körüli ez a szép tortatartó, ami kézzel van festve, egy alpesi tájat mutat. Régi gyümölcstartó, kuglófsütő, aztán itt van egy kis fűszertartó doboz, és az pedig a főzőkanál tartó, rajta főzőkanál és a márőkanalak. Aztán itt van egy sparhált, ami a hegyen volt, onnan hoztam haza, felújítottam, a fejőszék, a zséter, a tájszűrő, a kis pohár. Gyerekkoromban mindig idejöttem, amikor édesanyám fájt, és ez volt az én kis poharam, és a vacsorám egy pohár táj volt, amikor kijött az istállóból, én már tartottam a poharat, és hát ez megmaradt bennem, ez az emlék. Ez a konyha részlet tulajdonképpen. Na most ez a konyhaasztal, egy nagyon régi szék, ez volt a mosdóhelyiség, tükör, ott van egy olyan szent kép, ami gipszből van kiöntve, hátul már össze van drótozva, már annyira régi, hogy szinte már csak a drót tartja össze. Hímzett, kézzel szűrt terítők vannak itt, mindenhol ilyen konyharuhákat használtak. Aztán ezek a régi borotválkozási kellékek. Itt pedig elérkeztünk a világháborús sarokhoz. Két első világháborús láda van, rajta régi levelek, bomba töltsér, ezek voltak a kulacs és a csajka, amiben ettek, ittak a katonák. A katonai bakancs, ezzel tisztították egyébként, ezzel kenték be a bakancsot, ezzel zsírozták, ez meg a fényesítő kefe volt. Vannak a padláson még olyan régi könyvek, amik majd ideig fognak kerülni. Például itt egy ilyet találtam, hogy az első világháború képekben, ez nagyon érdekes, megörökítette az összes mozzanatot, szóval ezt majd érdemes lesz még átnézni. Aztán egyéb régi könyvek, például magyar köszöntőkönyv, található itt, bár a Szent Imre hercegről szól, tehát még majd tudok hozni egyebet is. Aztán itt található egy honvéd képe, mégpedig Horváth Jánosé, aki tényleg Honvéd Janinak hívták a faluba, mivel honvéd volt a II. Világháborúban. Ide pedig elérkeztünk most a tojásokhoz, itt egy szép luszterlámpa, itt pedig a zsűrizett tojás gyűjteményem látható, körülbelül 100 darab zsűrizett tojásom van, amiket meg kell őrizni. Ebben a kosárba hordták a piacra a tojást régen gyalog a fejükön, amiről már beszéltem. Van egy nagyobb változata is,
de az is éppen elég, és itt is zsűrizett tojások láthatók. Ez a konyhaasztal, a székkel,